indított. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésen megjelent képviselőket, jegyzőasszonyt, még hívott vendégeinket. Ezennel a Jártuzsa Községi Önkormányzat képviselőtestületének rendkívül ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 tag jelen van, így az ülésünk határozott képes. Távolmaradását bejelentette Kólódi Anikó képviselőtársam. Az írásos anyagban kiküldött napirendi pontot nem kívánom kiegészíteni új napirendi ponttal. Kérem a képviselőtestületet, hogy készfelnyújtással szavazzon, aki az írásos anyagban kiküldött napirendi pont tárgyalását elfogadja. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal egy hangulat napirendi pont tárgyalását elfogadta. Így térjünk is az első napirendi pont egyetlen napirendi pont tárgyalására. Előterjesztés a 25. Drósai Napok programjának meghatározására. Az írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban kiegészíteni nem kívánom. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a előterjesztéssel, a programmal kapcsolatban kérdése van valakinek? Baranyi Sándor képviselőtársaim. Tulajdonképpen lesz meg kérdés, ami nekem egy javaslatom volna, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ha egyetért tenek vele. Én azt gondolnám, hogy a kérdéseket és a vélemény hozzászólást lehet, hogy észszerűbb lenne összekésülni, mert hogyha itt közben vitatjuk és beszélgetünk, hát hogyha menet közben is felmerülnek kérdések, és lezárjuk a kérdések körét, akkor a kérdés már nehezebb lesz föltenni, hogy mennyi javaslatom volna, hogyha ezt elfogadja a testület. Köszönöm szépen. Szerző képviselőtársam, mi szól? Tisztelt képviselőtestület, nem értettem, amikor megkaptuk az anyagot, hogy miért változatlan formában kaptuk meg az előterjesztést, hiszen az én értelmezésem szerint 3 igen szavazat történt azzal kapcsolatban, hogy vegyük ki a falunapból az elszármazottaknak a találkozóját. 2 nem szavazat volt, és 1 tartózkodás. Az én értelmezésem szerint ez kikerülésre került, én úgy gondolom. Továbbra sem támogatom az elszármazottaknak a találkozóját, és módosító javaslatként szeretnék élni, hogy legyen az elszármazottaknak a találkozója helyett betéve a dalos találkozónak a megszervezésre. Gyenes László képviselőtársam. A képviselőtársam már mondta, hogy gyakorlatilag a kérdések meg a vélemények, az hozzászólások lehetnének egy csoportba is. Én is javaslom ezt egyébként, de először is megkérdezem, hogy most testületi ülés lett, vagy beszélgetés. Mert az elmúlt testületi ülésen beszélgettünk, úgymond, jó sokat, és akkor nem jöttünk előre. Utána előtt fogadunk úgy, vagy előtt elfogadunk. Mert lehet beszélgetni, én is tudok, fél órát is ráérek, csak előre jutunk el. Én azt javaslom, hogy hatékonyak legyünk, zárjuk rövidre, mindenkinek kötjük az órája, ráérek, hangsúlyozom, egy fél órát is el tudok beszélni, szóljátok, amikor hozzá fogok beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólást. Akkor úgy gondolom, hogy részemben nincs akadálya, és nem gondolom, hogy megszavaztatom a képviselőtestületet, hogy most a kérdések és vélemények egyben legyenek. Ezzel a részemben nincs akadálya, így fogom vezetni a testületi ülést. Szerző Tiborné véleményét természetesen tudomásul veszem, elfogadom, módosító indítványként fogom kezelni a dalos találkozó megszervezését. Azt pedig, hogy az anyag így került kiküldésre, annak mindössze annyi az oka, hogy nem született döntés. Tehát a szükséges szavazat sehol sem volt meg ahhoz, hogy és semmi módosító indítványnál, ezért is az nem került kidolgozásra. Tehát a módosító indítványok sem kapták meg a szükséges szavazatokat. Gyenes László képviselőtársamnak pedig hát megnyitottam a testületi ülést, úgyhogy ez testületi ülés, míg be nem rekesztem, addig testületi ülésről van szó. Természetesen, ha beszélünk, akkor az beszélgetés, még akkor is, hogyha kérdést tesz fel valaki, vagy hogyha véleményét mondja el. Tehát akkor folytassuk ezt a kérdés, vélemény, hozzászólást
az írásos anyaghoz, illetve a más javaslatot, amelyet, amelyre lehetőség van, és minden módosító javaslatot külön fel fogok tenni szavazásra. Ha megkapja a többségi döntés a képviselőtestülettől, még akkor mindig meg kell találni, hogy azt a feladatot ki fogja végrehajtani és ki fogja beépíteni. Illetve a programban. Természetesen ilyen alaposságban mi soha nem futottunk neki 3 hónap előtt. Más nem akarok arra kitérni, hogy tárgyalásokat folytatok különböző együttesekkel jelen pillanatban is, erre van ajánlat, de még nincsen pontosítva, hogy milyen feltételekkel is hogyan tudnának jönni. Ezt már, ha nem szándék az annak képviselőtestület előhozni, majd hogy oda jut, gazdálkodva abból a költségvetési keretből, amelyet megítélésem szerint a falunapra lehet költeni, úgyhogy az a nagyon kevéske pénz, amit jóvá hagyott a képviselőtestület, az elég legyen a falunapra is, mégis, és az azt követő második fél éves rendezvényekre is. Akkor a képviselőtársai mi a szó? Gyenes László. Hát akkor tisztelt testületi, és most már így mondom, tisztelt jelenlévő. Gyakorlatilag ugye helyzet a következő, nem született döntés, de hogy miért nem született, azért, mert nem vettem módosító indítvány előterjedt. Mert mondván a polgármester azt mondta, hogy akkor azt úgy szavazzuk meg. De most ugye ehhez a mutatványhoz hozzátartozik, hogy nem olyan egyszerű a helyzet, mert el kell gondolkodni azon, hogy ha itt ugyanis a testületi tagok azok már ki vannak utálva úgymond, mert azokon a helyeken, ahol mondjuk piactér, akkor mit tudom én, te piacra jársz, mondjuk ránézni, piactér, fordrász, szórakozó hely, akkor mi van még, mit tudom én, ezeken a helyeken, ugye ezeket a híreket, ugye a hír az érték, tehát akkor nagyobb érték, ugye úgy mondjuk el, hogy elhangzott, hogy megtörtént az eseménye. Az nagy érték, így van, az nagy érték, nem kell bántani a testületet, akkor is elmondtam, most is el tudom mondani, ugyanazt tudom elmondani, azért kérdeztem, hogy mennyi időnk van rá, mert elbeszélgetik egy fél óráig is. Tehát ugyanazt mondom most is, ránk, minket azért szintjek ide, hogy a település pénzével gazdnánk, de ide tartozik ez, Marika már ide tartozik, mert ide tartozott a múltkor a polgárőrség is. Nem tudom, hogy lett felhozva például. Ez egy civil szervezet, ami közfelelőtt lát el helyjel közel. Ahol ismerek, már elnézést nem bántani akarom őket, én tisztelem, meg aranyosok, meg szeretem is őket. Hát sajnos már nagyon sokan nincsenek köztünk, akikkel jót, valamikor jókat nótáztam, sajnos így van, de hát ez már sajnos így van. És tehát ahol ismerek, az önkormányzatok a szakköre. Na most a kettő esztendeje van, ugye tavaly sem, még az idén sem a költségvetésben nem tudtunk a civil szervezetüknek forrást elkülöníteni. Vagy támogatás, mindegy, hogy hogy nevezik. És hogy mondjam most, azzal terhelni egy előregedő, már bocsánat, elnézést kérek, egy előregedő szervezetet, most civil szervezet, vagy szakkör, aki örülök, meg tényleg tisztelem, mert gratulálok egyébként a szakkör vezetőnek, hogy a ének részben jó szereplést értek el, jó helyezést, én gratulálok nekik. Szívemből tényleg, még a tagoknak már akikben találkoztam, mondtam is. Csak most kérdés az, hogy most az önkormányzat kiadja ezt a feladatot a szakkörnek, ugye? Vagy, mert hogyha kiadja a szakkörnek, akkor oda kell tenni mellé a pénzt is, lehet györetettük már, csak nem tudunk róla, de majd elhangzik, hogy oda van egy éve a pénz. Most az is, amikor gyakorlatilag nekem az a gondom ezzel, hogy már harmadik neki rugatkozásra tárgyaljuk, vagy beszélgetjük róla, akkor így mondom. Amikor is nem tiszta a helyzet, ugye. Tisztáletlen helyzetek vannak, mert most előző alkalommal behozták ide ezt, hogy azzal a párti, nem tudom, hogy milyen neve, közös konzultációban pályázott valami, milyen neve? Epokos pályázat. Az meg én szerintem nem is tehetőbe áll, de nem értek hozzá, majd elmondja, hogy erre hivatott, hogy betehetője ebbe, vagy pedig, hogyha, hát mostan az is elhangzott már a faluban, hogy az ön a honismeret nyert erre pályázat. Hát nem, majd elmondják itt, hogy milyen
pályázatot nyertek, hát hogyha nem tudom, hogy el kell dönteni, akkor az hogy legyen. Nekem ez nem tiszta, nem tiszta. Én, hogy mondjam, én sok civil szervezetet támogatok. Sportkör, legnagyobb akkor, stb. Tűzoltóság, az mondjuk nem itt van, de tavaszi hadjára, vagy egyenek. Nagyon sok pénzt adnak ezekre a civil szervezetekre, de elnézést kérek, azért hagyj én mondjam, döntsem már el, hogy kinek a kampányát támogatni, azt majd én eldöntem. Én nem akarok itt, ezt kérdésként tettem fel, hogy kinek a kampányát támogatni. Hát én nem tudom, hogy kampány van-e ma, de majd kiderül, most annyira sürgős lett ez, biztos sürgős, mert már évek óta nem volt, de azt mondtam akkor is, mert most is mondok, újra elismétlem, hogy a településen 460 ingatlan van. Annak fele összegőrő kérben van. Azt, hogy mostan lebontják a Bognárkéle házadéri dolog, tudjuk a történet. De nekünk is két házat kell lebontani, a közeljövőben bejelentkeztek rá, hogy csináljam. Hát elvállaljuk, mert attól jobb, mint hogyha valaki beleköltözik, és akkor utána még jobban lelakja, hogy rádőn. Akkor már tényleg életveszélyesé válik. Tehát elég sok mindent el tudnak elő a mutatványra mondani. Én abban hagynám, most majd folytatom. Ugye az is hozzászólás, hogyha valaki nem szól hozzá, az is megnyilvánulás, de magam részéről, amikor már ennyire előtekünk valamit, még ennyire nincs körüljár, nincs előkészítve, előkészített elő hozzá ide. Mondtam akkor is, úgy fogalmaztam, hogy tettettek volna jobban előkészíteni. Első körön. Nem volt felelős megnevezve, akkor utána már meglett, akkor kitaláltunk, hogy már meg pályázat, most meg már állítólag nagyon sok pénze van a szakkörnek, hát majd kiderül. Egyébként azért mondtam ezt, hogy én is tudok beszélgetni sokáig, ha belelendülök. Köszönöm szépen átmenetileg, hogy meghallgatod, az átmenetileg befejezni. Hát most, hogy én megszabadom, én azt még nem döntöttem el, de azt majd eldöntöm kezdve. Ja, tehát arra, ami vélemény, arra különösebben nem kívánok kitérni, és mindenki hallotta. Néhány dolog van, amire mindenféleképpen reagálnom kell. Az egyik az, hogy a módosító indítvány nem lett megszavaztatva. Minden módosító indítvány nem lett szavaztatva, a jegyzőkönyvben meg lehet nézni, a felvételt meg lehet hallgatni. Nem kapta meg a többségi azt a többségi támogatást, amivel ezt be lehetne építeni. Azt pedig, hogy a pénzügyi bizottsági ülésre elő lett terjesztve a váza a dósai napoknak, minden évben ugyanilyen mértékben, ugyanilyen részletességgel történt ebben az időszakban az előterjesztése. Ezt kifogásolt a pénzügyi bizottságon, ami hiba volt benne, és a kifogásokra azok kilettek pótolva a csütörtöki testületi ülésre, így kapta meg a képviselőtestület. Nem akkor lett kitalálva, és egyébként én szeretném, hogyha azért visszaemlékeznének a képviselőtársaim, hogy azért ez az EFOP-os pályázatban a részvételünket mi döntöttük el, hogy ebben részt kívánunk venni, és ennek a részletei is ismerteknek kellene, hogy legyen a képviselőtestület számára. Tehát ez nem újdonság és nem lett kitalálva, de szerintem, ha a kolléganő egy pár szót mondana róla, szerződéseink vannak, és nem most aláírt szerződés, hanem a tavalyi évben aláírt szerződés, hogy mikor, milyen rendezvények keretében az EFOP-os pályázatnak a bizonyos részletét hogyan valósítjuk meg. A honismereti szakkört pedig az előregedő honismereti szakkört terhelni, amit elhangzott, hát ez egyszerűen megdöbbentő számomra, mert a honismereti szakkör volt az, aki ezzel a javaslattal előállt, hogy meg szeretné csinálni, hát akkor érdekes dolog, hogy ki az, aki terheli. Én tudomásul veszem, sohasem szavaztam az ellen, hogy milyen hagyományőrző részébe, hogyan kapcsolódik be a honismereti szakkör, mint egyébként a képviselőtestület minden alkalommal beszabad teret engedett. Hát nem tudom, hogy esetleg Anikó, szeretnél ezzel kapcsolatban néhány gondolatot mondani, hogy... Képviselőtársai nyelvező tórás. Egyelőre az ülés még én vezetem, és amikor megadom a szót, akkor jelen pillanatban még valamilyen szinten reagálás és válaszadás van az elhangzottakról, úgyhogy kérem ezt felétek szívesen figyelembe venni. Anikó, légy szíves, gyere!
képviselőtestület. Hát annyiban szeretnék reagálni, hogy igen, 35 éves a Dorsai honismereti szakkör, és az is igaz, hogy nem túl sok fiatal tagja a szakkörnek, hogy a munkánkban nagyon sokan részt vesznek fiatalok, az most is jelen volt a találkozónkon, felszolgáltak, szívesen jöttek közénk, szívesen magukra öltik a viseletet, és én úgy gondolom, hogy ez is nagy eredmény. De a szándékunkat továbbra is szeretett, az a szándékunk továbbra is, hogy szeretnék megrendezni a Jász Dózsáról elszármazottak találkozóját. Azért akármilyen elöregedő szakkör vagyunk, azért mi tartjuk az elszármazottakkal a kapcsolatot. És bármilyen rendezvényt még bevállaltunk, legyen az Dózsai napok, legyen az bármi más, mindig megcsináltuk, megrendeztük, soha nem vallottunk szégyent. Én úgy gondolom, hogy inkább örülni kellene, hogy van egy szervezet a faluba, aki felvállal dolgokat, nem pedig ellene. Én tényleg meglepődtem ezen, és soha a 25 év alatt, mert már Jancsi bácsi idejében is segítettem a honismeret munkáját a beszámolomban is, elhangzott, hogy soha nem vétózta meg a képviselőtestület, akármilyen javaslatunk volt, hogy milyen hagyományőrző bemutatót vagy találkozót szeretnénk. Jászsági dalos találkozót egészen biztos, hogy nem szervez a honismereti szakkör, mert 2 évvel ezelőtt szervezett, úgyhogy ezt nem, ezt biztos, hogy nem, de bárki megrendezheti a településen, nem csak az előregedő honismereti szakkör. Köszönöm. Még az EFAP-os pályázathoz néhány gondolatot szíves őszél már annyit hozzá, hogy tehát az a kiegészítés az nem egy kitalált dolog, hanem szerződésekkel alátámasztott valós program, amit egyébként meg kell csinálni, még akkor is, hogyha a falunak a programjában nem került elő bele, akkor is annak a falunak ideje alatt meg kell, hogy történjen. Tisztelt képviselőtestület, jászapáti járás településeivel összefogásban, jászapáti gesztorságával 2 EFAP-os pályázatban van benne a település. Főként rendezvények szervezésével kapcsolatos tevékenységeket kell megvalósítanunk. Tavaly évben kezdődött és 2020 év végéig fog tartani. Konkrétan meg vannak határozva, hogy milyen eseményekhez kapcsolódóan kell a programokat szervezni, és ezek között az egyik, hogy falunapi rendezvénybe be kell építenünk életmódváltáshoz kapcsolódó programokat. És ezzel lett kiegészítve az eredeti program tervezett a Dózsai napok kapcsán. Ehhez kapcsolódóan már van élő szerződésünk a Tarment 2002 Kft-ben. Köszönöm szépen. Akkor most Baranyi Sándor képviselőtársam. Köszönöm szépen. Én csak annyira erre szeretnék reagálni. Először is én azt gondolom, bár én nem akarok senkit megbántani, külön kellene választani először is azt, hogy Anikó jelen pillanatban ugye megbízott ügyintéző és könyvtáros, azon kívül ő a honismeretnek a vezetője is. És ugye mivel ő neki kimaradva egy feladat, amit el kell végezni, jelen esetben az önkormányzat részéről vagy a polgármester úr részéről bármilyen rendezvény, most lehet ez falunap, lehet ez tavaszi hadjárat, én azt gondolom, hogy ő megszervezi, megoldja, nagyon szívesen segítünk, vagy segítek, reagálva a múltkori, bár én azt gondolom, hogyha egy ilyen minősítésben vagy itt, azt senki nem akarja leerőltetni a honismeretre, amit itt már elhangzott,
tudomásom szerint ez a területet volt is, te jelentetted a honismeretnyíról, szeretnéd ezt, vagy szeretnétek megszervezni. Én, ahogy hallottam a honismerettagjaitól, nem tudom, hogy így volt, én nem voltam ott ezen a beszélgetésen, nekem csak ezt mondták, feltételes módon mondom, de azt, hogy a múltkori ülésen is jelenteni, hogy az biztos, hogy nem lesz megszervezve, és senki nem erőlteti a képviselőtestület közül a honismeret tagjaira. Ezt szerintem leghamarabb te kezdted el a honismeret tagjait, hogy akkor ez legyen. Nekem nincs ezzel gondom. Igazából akkor kérdésként szeretném hozzád feltenni, és azért szóltam volna, hogy ne menj ki, mert akkor nyilván fogsz is rá válaszolni, hogy mi alapján kívánod a meghívottakot, a meghívottak listáját például összeállítani. Tehát ugye a múltkor elhangzott, hogy egy nyílt csoportot szeretnénk létrehozni a Facebookon, de valószínűsítem, hogy nem is mindenki rendelkezik például Facebookkal, vagy nincs neki regisztrációja, Facebook regisztrációja, azt hogy fogja látni. Na most, hogyha, és ez jelen pillanatban, akkor hány fő fog érinteni? Kik lesznek azok az elszámazottak, akik itt meg fognak jelenni? És még akkor egy másik kérdésem van ezzel a pályázattal, olvastam és látom, hogy ugye a pingpong, végignéztem a pályázatot, én próbáltam nézni, ez a diabetikus és egyebek, ezt nem látom, hogy hogy kapcsolódik, hogy lehet rájutatni az elszámazottakhoz. Ez a kettő hogy kapcsolódik hozzá, ez nekem így valahogy nem kapcsolódik össze az összes többi, mind a három pályázat, meg én ezzel tisztán megláttam is, hogy igen, van egy ilyen szerződésünk, ezt be is kell tartani, de hogy kapcsolódik az elszámazottakhoz, az nekem teljesen értelmetlen, és nem tudom összeválasztatni a kettőt. Köszönöm szépen egyelőre, nekem ennyi. Nem még később lát, hogy lesz kérdés. Akkor az önnek a kérdésem, hogy légy szíves, te is gyere ide, ha több kérdés is lesz, vagy vélemény, akkor az Anikó helyére is, akkor Anett is maradhat. Akkor ami hozzád irányít Sándor részéről, akkor légy szíves arra válaszol. A Facebook csoportot természetesen úgy kívánjuk létrehozni, hogy Jász Dózsáról elszármazottak csoportja. Ez egy nyílt csoport, és abban természetesen, hogy minden egyéb dologról is tájékoztatjuk az elszármazottakat, nem csak arról, hogy szeretnénk elszármazottak találkozóját. Nos, akinek nincsen Facebook hozzáférése, azt nyilván el fogjuk mondani, hogy mindenki értesítse az ismerőseit. És hogyan, hogyha nem értek el? Hát figyelj, hogyha én tagja vagyok, és van Facebook elérhetőségem, akkor én az ismerősömet tudom értesíteni. Egyébként birtokában vagyunk annak a rengeteg címnek, amit 95-ben elindítottak a honismereti szakkör vezetőségi tagjai, meg a tagjai. De azok a címek már nem élnek. Tehát azok az idős emberek már valószínűleg nem, és nem azon a lapcímmel laknak. Tehát ez már nem járható út, hogy postai levelezés útján értesítsük. Ennek csak ez az egy lehető módja van, hogy a Facebookon keresztül. És azt hány főt érintenek? Hát Sanyi, mivel még nem hoztuk létre ezt a csoportot, nem tudjuk. Na most csak azért, mert a múltkor ugye mondtad, hogy meg az érdeklődés rengeteg igényik. És azért két gondoltam, hogy körülbelül már tudsz egy keret számot mondani, hogy mennyi ez a rengeteg. Mert a rengeteg lehet 10, meg 100 is. Most nem akarom én ezt így ki, de azért... Hogy Jász Dózsáról elszármazott, mennyi lehet? Hát 1000-nél biztos több. Lehet, hogy 2000-nél is több. De hogy azok közül mennyi az az ember, aki részt vesz, ezt nem tudjuk. Hát ezt előre nem tudjuk. Tehát csak akkor, amikor ezt elindítjuk. Na de attól függetlenül ugye azt mondtuk a múltkor, vagyis hogy arról beszéltünk, hogy attól függetlenül létre lehet hozni az elszármazottak csoportját. Csak hát igazából mi ezzel a célral szeretjük volna. Ezért még el sem kezdtük. Köszönöm szépen. A nem részéges akkor az EFOKOS pályázat azt a részét, hogy kapcsolódhat össze, ahol ember van. Az az igazság, mint ahogyan említettem már előző évben is a Dózsai napokkor ilyen rendezvény elemeket be kellett kapcsolnunk ebbe a rendezvénybe, viszont
kevésbé volt sikeres, mert nagyon kevesen voltak rá érdeklődők, valamint azt követően szintén az EFAP-os pályázatból csinálni kellett egy egészségnapot, és ott is összesen 7 fő vett részt, de úgy, hogy Boldog László kollégámmal ketten elejétől a végéig ott voltunk, és így van, polgármester úr is ott volt a feleségével. És úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy tömeg legyen. Tehát meglévő rendezvényre kellene ráültetni, még hogyha túlzottan nem is szimpatikus, vagy arról szeretnének beszélni, milyen élmények érték, mit értek, hát kivel szeretne beszélgetni, ezt megpróbálnánk olyan csoportra. Azért ezt le is kell dokumentálni. Mert most azért, ha folyamatosan egy EFOP-os pályázatban két kezünkön meg tudjuk számolni a résztvevők számát, akkor is kipipálható a rendezvény, de azért a 2 év alatt legalább azért élen olyan tömeget produkálni valaminél, mert onnan már, ha egyszer ott van, onnan már nem igen kell föl, vagy ha csak egy része kell is föl, remélhetőleg nem 10 lesznek mondjuk egy ilyen rendezvényen, hogyha erre sor kerül. De ha nem ezen a címen, jobb címen, akkor is kell valami, ahol ember van, ezt valahol elsütni, ezt az EFOP-os pályázatot. Tehát megvalósítani, mert egyébként azért erre pénz is van, és kellene, nem csak magunknak kellene teljesíteni, hanem a többi településnek, ha mi nem teljesítünk, az a többi településnek is probléma. De hát azért tudjátok, hogy nem csak rendezvényeknél, hanem tárgyasult hozadéka is lesz ezeknek az EFOP-os pályázatnak, ebből lenne a közösségi házban a színpadnak a megemelése, a függönynek a megvásárlása. Tehát azért, hogy láttunk olyan dolgokat, amik maradandó, megmaradnak a településen, azért vállalta be a képviselőtestület, a hivatal pedig végrehajtja, ami nem kevés és nem kis feladatot jelent a főként a aljegyző részére. További, ki szeretett volna még az előbb? Köszönöm szépen a szakkörrel kapcsolatban, feltette a kérdést. Bolyós Robert képviselőtársam. Tiszteltem mindenkit. Én szégyellem magam, hogy ilyenről vitatkozom. Tudjál, hogy amivel szívemben a számon, azt ki szoktam mondani. Most is kimondom a véleményemet, hogy a honismert által felajánlott napjegyi pont, vagy meg mondjam ezt, hogy szeretnék meg csinálni ezt a találkozót. Úgy gondolom, hogy ezt nem szabad elutasítani már azért sem, mert Jász Dózsán még nincs, nem történt olyan ünnep, amit a honismeret nem támogatott volna, vagy nem vett volna részt benne, és a Jász Dózsa hírnevét nem örökítette volna. Nem értem, hogy mi a problémánk ebben, hogy most ők meg szeretnék szervezni ezt, amit már régóta beszélgetünk ezekről a dolgokról abban az időben is, amikor kezdtük a önkormányzatiságot, mert akkor is felajánlották több elszármazott, hogy szeretne egy bárt rendezni, próbáljuk megrendezni ezt a bárt, vagy próbáljuk egy összehozni azokat, akik régóta elszármaztak Erdőst, és arról nem foglalkoztunk vele, mert nem volt rá pénz. Most sem hiszem, hogy olyan nagyon sok pénz van rá, de legalább ők elkezdték ezt a dolgot. Ennek örülni kell, nem hogy még támadni, én úgy gondolom. És én szívből kívánom, hogy ez sikerüljön, és minél több jelzózsai elszármazott idősebb jöjjön haza, és emelje a falunak ezt a színvonalát abban, hogy itt van, jelenlétével, hogy jól sikerüljön ez a jelzózsai napok. Így gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólás, vélemény, alpolgármester asszonyhoz. Nekem egyetlen egy dolog van, csak hogy akkor, amikor megvarra a pénz, valahol én sértem ezt a hatalmas nagy ellenállást, hogy nem, ne hívjuk meg, hogy ne legyenek itt. Szóval ilyen szempontból nem értem, mert nem arról van szó, hogy ez olyan plusz pénz, amit máshova nem lehet tenni, csak erre lehet fordítani, tehát másra nem tudjuk, ha jól értem. Csak ilyen jellegű dolgokra tudjuk fordítani ezt a pályázati pénzt.
Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy nem az elszármazottak találkozójára tudjuk fordítani ezt a pénzt, ami az EFOP-on van, hanem ha az elszármazottak képviselnek ott és a jelenlévők egy tömeget, akkor ezt a programot, az EFOP-os pályázatot meg tudjuk valósítani, tehát inkább így. Ez természetesen annyit azért jelent, hogy egy részét ennek a programnak a költségek egy részét ez biztosítja, fedezi, vagy talán az egészet is. De egyébként, ha nem fedezi, akkor is meg lesz támogatásokból a fedezete, tehát azzal, amiatt a költségre, ezzel már beszéltünk a múltkori testület ülésen, a költségvetési vonzata ebből a szempontból nem lesz ennek a rendezvénynek. További hozzászólás, Baranyi Sándor. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Csak hogy tisztán lássak, és a többi képviselőtársam nevében nem szeretném kérdésként feltenni, csupán az én kérdésem. Értettem, amit elmondott az Anett, hogy miért, bár még most sem értem, hogy miért pont most, és miért pont ennyire fontos, hogy az elszármazottak itt legyenek. Értem valamilyen szinten a miértjét, de nem igazán értem, hogy miért pont most a falunapon, és nem akarom én ezt, hogy nekem most nem fontosak az elszármazottak, csak amit nem szeretnék most még idehozni, ugye hallanak mindenféle visszhangok jönnek a faluban, nem tudom ez mennyire igaz, azért nem fogom meg előre mondani, de hogy szeretném ezt hallani, vagy a polgármester úrtól, vagy Anikótól, inkább a polgármester úrtól, hogy miért ennyire fontos, és miért pont most, miért pont ezen a falunapon. Azt, hogy 25 éves, én értem, de én igazából egyébként világtalálkozón tudnám ezt legjobban elképzelni, mert az én véleményem szerint az, amit a múltkor mondtál, Anikó, hogy nem lehet majd velük foglalkozni, de bizony lehet, mert máshol is foglalkoznak velük. És pont ha te, mint szervező, a falunapon neked biztos, hogy mint szervező, annyi feladatod lesz, hogy nem lesz az elszármazottakkal neked nagyon sok időd beszélni. Szerintem nem fogsz tudni. Nyilván ott lesznek a honismereti szakkörnek a többi tagjai, nyilván ők átveszik majd a stafétát is, ha meg lesz szavazva, és gondolom, hogy ők majd intézik. De hogy a világtalálkozón ne legyen rá lehetőség az elszármazottakkal, azt nehezen kérlem, de nekem ennyire volna kérdésem, hogy azért szeretnék többet látni ebből. Köszönöm szépen. Hozzám megismételni, hogy mi a konkrét kérdés? Igen, az a konkrét kérdésem, hogy miért pont mostani falunapra, és miért pont ezekkel a pályázatokkal lett összekapcsolva, és miért pont ennyire fontos most, hogy az elszármazottak itt legyenek ott. Se elmúlt években, az elmúlt 4-5 évben talán még 6 évben sem voltak itt a falunapon az elszármazottak. Tehát az elszármazottak találkozója van ismeret ötlete volt. Beírásra kerül, én nekem ellenes, az ég egyet a világon semmi kifogásom nincs. Miután látjuk, hogy milyen program, hogyan áll össze az idei falunapi program, ahhoz próbáljuk rendelni az EFOP-os pályázatot, amire egyébként kötelezettségünk van. Tehát amelyik programhoz oda tudjuk tenni, ahhoz oda tesszük. Hát én akkor szembesültem ezzel a programmal, amikor a vezetői megbeszélés volt, és a vezetői megbeszélésen Anikó ezt elmondta, hogy az idei évben ezt tervezik. Nekem sem akkor nem volt erre nekifogásom, most sincs erre nekifogásom. Tehát... Köszönöm szépen. Jenes László kérdés. Tisztelt testület és tisztelt jelenlévő. Gyakorlatilag én elmondtam a lényegét, ami a programesületen is. Tehát a lényeg az, hogyha eleve így találják ide, semmi gond nincs ezzel. Amikor így hátul megyünk a harmadjára, most akkor betoljuk még a felírtam EFOP-os pályázat alá, úgymond, akkor nekem ez nem jön be. Egyébként még nem akartam senkit megbántani, főleg nem a honismereti szakkör. Ki is hangsúlyozottam, most is kihangsúlyozottam, különböző jelzőt mondtam, elismétlem ugyanaz, tehát én nem bántam őket, nem erről van szó, hanem arról van szó, ahogyan van szó. Én ilyen formában nem tudom támogatni, mert én is azt mondom, hogy a világtalálkozóján, amikor következik, akkor kellett ide beépíteni, behozni, akár föl lehet építeni az egészet, lehet, hogy négy tálon is, vagy tálon is eljönnek, mert most összegyünk 20 ember, akkor rá fogjuk, hogy ki van kipálva. Tehát így ne csináljunk rendet, hogy kipálva. Már elvédést kérek. Jó,
Köszönöm. Én nem támogatom magyar átlagban, akármit is beszéltek, én, hogy azért így terjesztették elő, alapból nem tudom támogatni, ez biztos. Nem támogatom így, mert előre ide kellett volna. Nem lehetetni, nem lehetetni. Föl kellett volna fajnán építeni magát a napi rendi pontot, mögé tenni, nem utána még majd szaladgálunk, keresgélünk, hogy mire lehet ráhúzni, vagy aláhúzni. Úgy gondolom, hogy ha figyelembe veszed, képviselőtársam, azt, hogy minden évben mikor került előterjesztésre és milyen részletességgel egy program tervezett, akkor az teljes egészében, ami a rendes testület ülésre, kiküldésre került, az összhangban van az előző évek program tervezetével. Csak akkor nem került egyáltalán vita róla, nem, és haladtunk tovább. Miután a pénzügyi bizottság ülése, kérdések, észrevételek is voltak, amit korrigáltunk, mert el volt elírás, és kértétek a részletesebb alátámasztását, a felelőseknek a megnevezését, ez mindössze csak annyi történt, hogy azok odaírásra kerültek. Tehát nincs semmi hátulról, vagy egyébként pedig egy előterjesztésnek pontosan az van a lényege. Ha tárgyalja a bizottság, és ami ott észrevétel van, ha tudjuk, a képviselőtestület ülésig azt kiegészítjük, ha hangzik el a képviselőtestület ülése, módosító javaslat, és az kezelhető, akkor beépítjük, tehát semmi elhallgatva nem volt, semmi hátulról becsempészve nem volt. Úgyhogy, ha eljutunk oda, hogy most már ugye harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel, második testületülés és egy pénzügyi bizottság ülése, ha most jutunk el oda, hogy az olyan állapotba kerülhet, hogy el tudja támogatni a képviselőtestület, akkor harmadszor egyébként nem fogunk nekiülni. Tehát ez akármilyen döntés születik, mindenki eldöntötte, vagy már eldöntette azelőtt, mielőtt idejutunk, hogy hogyan fog szavazni. Egyébként pedig én úgy gondolom, hogy az volna jó, hogyha meghallgatnánk egymás véleményét, és hogyha érdemesnek tartjuk arra, hogy adott esetben a saját véleményünket megváltoztassuk, akkor azt változtassuk meg. Hát ez volna oda, egy vita végére oda jutnánk, hogy akkor ez mindenkinek jó, és azt megszavazzuk. Ha a többség meg lesz hozzá, valamihez akkor az úgy megy, ha nem lesz meg, akkor meg megy másképpen. Bolyós képviselőtársam. Elnézést, hogy még úgy szoktuk úgy gondolni, mint a képviselőtársam, azt mondtam, hogy nem illik kétszer hozzászólni, de most már csak azért szólok hozzá, hogy Sanyikának igazatok abban, hogy örülök neki, hogy a világtalálkozóra szeretné ezt megszervezni sokkal komolyabban. Egyet is értek vele, hogy akkor a legtökéletesebb, de valamit valahogy el kell indulni. És akkor ez csak egy, úgy gondolom, hogy akkor is meg kéne szervezni most, ha már ennek indult a honismeret, mert utána könnyebb lesz, amikor már rájöttek, hogy hányan akarnak egyáltalán belépni ebbe az elszámazottakkal kapcsolatba, és így ezt el kell indítani, és akkor a világtalálkozókkal egy jó nagy, nagyobb színvonalat és több pénz hozzáfordításával még nagyobbat szervezni. De amúgy egyébként teljesen be, hogy ez itt csak azon az egy alkalommal jobban hozzáillene ahhoz a világtalálkozóhoz, egyetértek veled, de azért ezt el kell valahogy kezdeni, de nem mindjárt a NB1-el szokta kezdeni a labdarúgás projekt, hanem alulról építkezve és hajón felépítve és kialakítani egy ilyen közösséget. Így el tudom képzelni, és támogatni is tudom ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Szerző Tibor. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület. Úgy gondolom, hogy a világtalálkozókor akkor több programra van lehetőség szinkronban lenni a rendezvényen, hiszen ha most megvalósítjuk a Jászdózsáról elszármazottaknak a találkozóját, 10 órától van meghirdetve a rendezvény, a találkozó, és este 6-ig van ez az idővalom. 10 órától este 6-ig kérdezem, milyen rendezvény van a településen. Teljesen ki lesz halva a főtér, és akkor az nem is mondhatjuk úgymond falunak rendezvénynek, csak egy találkozónak. De ugyanakkor hozzáteszem, a világtalálkozón szinkronban lehet hozni, hiszen több támogatást kaphatunk, ezáltal több rendezvény is lehetséges. Szerintem a világtalálkozóról nem kell beszélni, nem ez a képviselőtestület fog benne dönteni, hogy milyen program lesz. Jelen pillanatban a falunapról kell. Jelen pillanatban egy pontos véleményben valóban.
Még egyelőre szeretnék erre válaszolni, amit Tibor szerzőnél mondott, és utána megadni a szót Baranyi Sándornak, ja, mert ő jelentkezett, úgyhogy... Azt követően még jó, ennyi. A programból látszik egyébként 10 órától, ha megvalósul az elszámozottak találkozója, gyakorlatilag kifulladásig. Addig még jól érzik magukat. Párhuzamosan, a programban benne van, párhuzamosan megy a sportprogram, a két sportprogram. Párhuzamosan ezzel megy zajlik a főzőverseny, az értékeléssel. És utána pedig van, mindig szünet szokott lenni, valamennyi szünet ahhoz, hogy a díszünnepségre rá tudjunk készülni. Tehát ebben szerintem nincsen ellentmondás. Tehát az utóbbi években, amióta a díszünnepséget nem délelőtt rendezzük meg, hanem az esti órákban, akkor napközben több órás szünet van. Köszönöm szépen, én csak egy gyors módosítást, illetve véleményt szeretnék a Bogyós képviselőtársamnak, hogy amit mondott, köszönöm szépen, de nem fogom megrendezni majd azt a világtalálkozót sem az elszármazottak, hanem majd aki akkor aktuális művelődő szervező vagy ügyintéző lesz, gondolom. De csak ennyit szeretem, hogy ha már felveszik és leírunk valamit, akkor pontosítsuk, hogy az ötlet azt tőlem származott nyilván, illetve lehet, hogy már máskor is elhangzott, de nem én fogom szervezni. Ha kell, és esetleg akkor még itt ülök, mint képviselő, vagy akkor nagyon szívesen, mert képviselőség nélkül is segítek, de nem én fogom megszervezni. Köszönöm szépen, köszönöm. Ezt mindenkinek volna. Gyere, akkor következik. Azt mondtam, hogy egy fontos bejelentéssel érenék. Gyakorlatilag az, hogy ha ezen rendezni, játszott világtalálkozóját lesz megrendezve, 500 főig várom a teljes bekerülést. Tehát a fejemi hátra is. 500 főig. Hát a dokumentálja kockatában is rendben, nem? Tehát ne csak akkor is. Tehát elő kell készíteni, azt mondtad, hogy akár 500 főig. Egyébként meg azért szívem csücskez egy kicsit, mert te mondtad, hogy én elszármaztam is, meg vissza is származtam. Tehát gyakorlatilag ugye fontosnak tartom le. De nem most. Nem most. Így van. Köszönöm szépen, Anikó. Tényleg még utoljára csak annyit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ezzel most a Dósai honismereti szakkör ki akar tűnni, hogy ilyen elszármazottan találkozóját akar szervezni. Nem, ezt nem csak a Dósai honismereti szakkör, hanem mindannyian megrendezhetnénk összefogva. És akkor akár ne is legyen az a neve, hogy a Dósai honismereti szakkör, hanem hogy az elején is kezdtük, ha már én most abban a helyzetben vagyok, hogy itt dolgozom, de közben én vagyok a szakkörvezetője, hogy ezt együtt rendezzük meg. És legyen ott minden képviselő, és kínáljuk azt a finom gulyást, és mindannyian. Hiszen annyiszor látom én, annyi jász településen, mindenfele vagyok találkozókon, hogy köténybe beöltözve a képviselő, férfiak, intézményvezetők, mindenki, és kínálják a gulyáslevest, vagy éppen jászberényben úgy nevezik, hogy szeretetebér, vagy lehet akár minden más a neve, hogy nem akarunk mi ezzel kitűnni. Most nehogy úgy gondoljátok, vagy hogy nem értem, hogy milyen elején is hallottam, milyen kampányszerű valamit, hát, de bárki bekapcsolódhat, és ott lehet, és csinálhatja. Ennek nem ez a célja. De ne arra húgyatok, hogy világtalálkozó. Én már átéltem, amikor itt volt Jász Dózsán világtalálkozó, hogy az összes használható ember csoportvezetőnek kellett, és rengeteg embert fogadtunk ide. Tudjátok nagyon jó, hogy mennyi ember jön a világtalálkozón. Ez nem a világtalálkozó, nem az elszármazottak találkozójáról szól. Persze, hogy eljönnek, és itt lesznek. És most a honismereti találkozón is itt voltak egy páron, akikkel kapcsolatunk van. És hihetetlen módon kötődnek a faluhoz. Ha csak azt mondta Pénzes Júci, hogy de hát mindannyian Facebook ismerőseim vagytok, és olvashattátok, hogy ha csak a kőhídon átmegy, hogy dobog a szíve,
és a Gressai Marikának is lehet sorolni tovább. És egyébként meg még nem állhatott össze a végleges program, hogyha egyszer megakadunk egy ilyenen, és még az is lehet, hogy Hargitai Géza a fiával is tudott ebédni egy koncertet adni, vagy jöhetnétek bármi más ötlettel, és olyan szépen megrendezhetnénk, kéz a kézben, és nem a honismeret, és nem Bugyi Anikó, és nem az öreg, és nem együtt mindenki. És azt mondom nektek, hogy ha most igazából együtt össze tudnám fogni, én biztos vagyok benne, hogy ti nagyon sokat tudnátok segíteni, esetleg még a feladatokat is előre meg tudnám, hogy mennyi mindent tudnátok ebbe segíteni. De ha nem, akkor nem. Egy biztos, hogy nem lesztek nagyon népszerűek. Ha ezt megvétózzák, már most ez így is van a faluban. Elnézést, hogy el kellett mondanom. Ez fontos, hogy hogy mondjuk el a kéneket, én elején nem, mondtam. Nem, nekünk az a feladatunk, hogy a településnek a vagyonára vigyázunk. Jó, vigyázzunk, elnézést, nem akarok vitatkozni el. Én sem. Köszönöm szépen. Arra azért egy két mondatra szeretnék reagálni, amit mondtál, Anikó. Egyébként, amit elmondtál az egyik felével, azzal egyetértek, az egy szép és nemes feladat. De azt, hogy aki világtalálkozón nem lehet az elszámozottakat, és nem azért, hogy most itt ne legyenek itt, de a világon, mint ahogy te a múltkori testületről is elmondtad, és mindenki tudja szerintem, aki ebben a teremben van, hogy nagyon sok Jász Dózsai van a világon. Persze, hogy itt a helyük a világtalálkozón is lehet rá szervezni, szerintem maximálisan. A másik, amire még szeretnék reagálni, amit elmondtál itt a második felében, vagy az utolsó két-három mondatot, ezzel nincs is semmi baj, csak éppen a testületi ülés után másnap már olyan éreket hallottam, hogy az ment ki a piacra, és nem tőlem, mert nem én járok ki a piacra, hogy bizony a testület a falunapot akarja itt megszüntetni, nem is akarja a testület a falunapot, mert a testület el akarja marasztalni a falunapot. Nevesítettek, én most nem mondom ki a nevét, majd elgondolkozik, hogy ki mondtál, az elég mondtál egy mondatot. Én azt gondolom, hogy ha már ilyen híreket visz ki valaki a faluból, vagy innen az intézményből, vagy akár a testületüléstől, az elég szomorú, és ráadásul itt az utolsó mondatot, hogy nem leszünk népszerűek, soha nem szerettem, ha valaki fenyeget, vagy mi, csak én ezt elfogadom. Nyilván népszerű döntéseket nem tudsz hozni, mint képviselő, te is voltál képviselő, te ezt nagyon jól tudod. Olyan döntéseket nem tudsz hozni, hogy mindenkinek megfeleljen. Én azt gondolom, hogy amit elmondtál, abban igazad van, de az csak úgy működik, hogy háskálódás nélkül. És meg lehet nézni sok mindent, hogy ki az, aki háskálódik a faluban. Az nem én vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó, most már, hogyha lehet még egy kérdésem, hogy a világtalálkozót hagyjuk már egy előre, mert... Hiába te ajánlása? Nem, az én úgy gondolom, én magam is feljegyeztem. Jó, hát ajánlása. A jegyzőkönyvbe is bele fog kerülni, mert ugye megírásra kerül a jegyzőkönyv, de most nem annak az ideje van, hogy a világtalálkozóról beszéljünk, annak majd eljön az ideje, de természetesen, ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy további felajánlásokat szeretne a világtalálkozóra, én azt annak szívesen én úgy gondolom, hogy úgy lesz a jegyzőkönyvbe írva, ahogy az elhangzott. Jó, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki, aki szeretett volna hozzászólhatott a falunaphoz, hangzott el módosító javaslat. A dalos találkozó szerző Tibor részéről. Nem tudom, hogy más módosító javaslat volt-e, én próbáltam jegyzetelni, én nem emlékszem, amiről szavaznunk kellene. Ez az egy módosító javaslat van. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy továbbra is fenntartod ezt a javaslatot. Akkor szavazásra fogom ezt bocsájtani. Aki egyetért azzal, hogy a 25. Dózsai Napok programjába kerüljön be a Jász Dalos találkozó, azt kérem készfényújtással jelezze. Nem így volt. Szeretnénk, hogy kikerüljön az elszámolatot, és annak a helyére kerüljön a Dalos találkozó. Tehát így mondtam. Én is így írtam. Így írtam le. Az elszámadottak helyett dalos találkozó. Hát ezt értem, tehát lehet, hogy akkor rosszul fogalmaztam, de
nem mellé kerüljön be, hanem erről az egy jelen pillanatban, illetve az pénzügyi bizottság ülésen, az előző testületi ülésen kizárólag az elszármazottak tanácskozója volt az, ami kérdéses volt a képviselőtestület számára, ehelyett már volt javaslat, csak akkor nem kapta meg a többséget. Természetesen akkor így teszem fel szavazásra, hogy a 25. hagyományőrző Dósai Napok programjából kerüljön ki a elszármazottak találkozója, helyette pedig a jászsági dalos találkozó kerüljön be. Aki ezt elfogadja, azt kérem készfeljutással jelezze. 2 igen, ellenszavazat. Tartózkodás. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen, 3 nem, és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. És most, mivel több módosító javaslat nem volt, így az eredeti előterjesztést teszem fel a szavazásra. Aki elfogadja, kérem készfeljutással jelezzen. Köszönöm. Ellenszavazat. És tartózkodás így nincsen. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta az eredeti előterjesztést. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Káról kell jönni. Anikónak pedig sikeres szervezést kívánok, és remélem, hogy amilyen nehezen indult, hogy eljutottuk odáig, hogy ez a program megvalósítható legyen, most már a még nagyobb erővel és sikerrel vigyétek ennek a program résznek a megszervezését. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.